A Józsa András Oktatókórház bőrgyógyászati osztálya már hosszú ideje három helyszínen végezte munkáját. A különböző szakrendelések a Bocskai utcai STK épületben, a Sóstói úti kórházban, valamint a Debreceni úton fogadták a betegeket. Utóbbi helyszínre 20 éve helyezték ki a bőr és nemi beteggondozót. Most azonban újra a Sóstói útra kerülnek át a szakterület ellátásai. A bőrgyógyászati osztály vezetője úgy fogalmazott, ez a változás az orvosok és betegek dolgát is megkönnyítheti. Nagyon nehéz a betegek szempontjából is, de az orvosok szempontjából is, hogy több telephelyen üzemelni. Tehát ez mindenképpen jobb, hatékonyabb munkát tesz lehetővé, hogyha kevesebb telephelyen működünk. A fekvőbeteg osztályhoz is közelebb leszünk, ugye a Sóstói úti kórházban van a fekvőbeteg osztály is, tehát a betegeknek is sokkal könnyebb, hogy eljönnek hozzánk, és már, hogyha szükséges a kórházi kezelés, akkor már be is tudjuk őket fektetni. A betegek várakozása ide is rövidül azzal, hogy jobban el tudjuk osztani a munkatársak között a betegeket. Az orvosok és ápolók már tájékoztatták azokat a betegeket, akik előjegyeztették magukat, hogy jövő hétfőtől az új helyszínen végzik el a vizsgálatokat és kezeléseket. A rendelőkben már az utolsó simításokat végzik. Itt lehetőség lesz általános bőrgyógyászati ellátásra, szemölcsök bőrkinövések eltávolítására. Jó hír továbbá, hogy az egyéb tünetek, betegségek ellátása is sokkal inkább egy helyre összpontosul. Lehetőség van allergiatesztre, a bőrgyógyászati allergiatesztre, tehát vegyi anyagokat, polleneket tudunk, amennyiben az bőrbetegséget okoz, vizsgálni, hogy van-e érzékenység vagy sem, illetve a nemű beteg gondozás az folyamatos lesz. A nemű beteg gondozás, illetve a szexuális úton terjedő betegségek kivizsgálása és kezelése, ugye most már itt a Sóstéton fog történni, figyelembe vesszük a személyiségi jogokat, diszkréten tudjuk a betegeket ezután is ellátni, tehát semmilyen sérülés nem éri ilyen szempontból sem a betegeket. A bőrgyógyászati osztály felhívja a figyelmet arra, hogy továbbra is lehetőség van telemedicinális, azaz személyes kontakt nélküli ellátásokra. Ez a járványhelyzet miatt továbbra is érdeke betegeknek és orvosoknak egyaránt. Ehhez a páciensnek az osztály e-mail címére személyes adatait, a probléma rövid összefoglalását és néhány jó minőségű képet kell elküldenie.